Hát szevasztok, képzeljétek el, itt lezajlott egy elég nagy verseny, amiről bevágok nektek ide egy-két képet, hogy milyen volt a verseny. Jelenleg is itt a helyszínén vagyok, csak másnap, mert itt töltöttünk egy éjszakát Egerbe amúgy, és most úgy gondoltuk, hogy azért itt a verseny után azért jó lenne egy kicsit visszatölteni a kalóriákat, meg ugye a kiégett kalóriákat visszapótoljuk. Úgyhogy akkor tartsatok velünk, mert hát innen nem messze van egy hely, nem Egerbe, hanem Tiszaújvárosba megyünk vissza, ahol ugye volt már egy videó Faterral, ahol azt a hatalmas méretes szendót toltuk. Na most van egy másik hely is, nem tudom, ezek szerint itt ilyen teremnek itt ezek a giga ételek. És akkor ott megpróbálok megenni valami nagyot, nézzünk valami nagyot, valami very biget. Olyan szép időnk van itt, Tiszaújvárosba, hogy az embernek kedve támad megenni valami kurva egy Gorilla Burger. Most az fog következni, itt van, képzeljétek el, Tiszaújvárosban, hát mi is itt vagyunk. Van itt egy olyan burger, amit csak egyszerűen Gorillának hívnak. Számomra meglepő módon lehet kérni úgy a hamburgert, hogy van ilyen kicsi, normál, és hát van egy ilyen, hát kicsit elborult, 2 kilós verzió. Bemegyünk, megismerkedünk a tulajjal, a helyjel, körbenézünk, mi újság, mi hány méter, mi merre, hány méter. Igazából ez ilyen challenge, bár nekem annyi könnyítés lesz, hogy a challenge mellé jár krumpli. Én az biztos vagyok benne már most, itt nyíltan, az úr színe előtt megmerem mondani, hogy én azt nem eszem meg. Ha krumplival, ezt a 2 kilós burgert, egy kiló krumplival, az tudja, hogy nem eszem meg. Ez a 2 kilós burger is necces, mert ugye, mint a videó elején mondtam, Egerből jöttünk most át ide a szomszédba, úgyhogy nekem tegnap verseny volt, itt a verseny közben is, meg után is még, bennem van azért az kicsit az a feszültség, ugye a gyomorom egy picikét szűkebb, mint kéne, mondjuk ezt tudom, hogy nem látszik, de hát mindegy, ezzel lépjünk át ezen a problémán. Menjünk szerintem, mert annyit ültem már ezen a padon, itt is aludtam különben, szóval verseny után én itt ezen a padon aludtam. Összegyűjtöttem egy kis aprót hajni, hát nézzük meg. Yeah! Nézd meg, engem raktak ki logónak, ezért lehet perelni fogok, csak mondom. Egyébként ezekből, ha jól tudom, mindből lehet kérni ilyen challenge-eset. De jó, nézem még az ablakokon is ez a dizájn van. Aha. Menő. Hajni, van fitness menü, nem érdekel? Nem. Hát az látszik. Engem sem. Óriás palacsinta, még az is van? 40 centi. 40 centi azért ekkora, nem? Így. Ekkora 40 centi valahogy, nem? Jó, jó mutatom? Jó. Oda lé, milyen jó műsor megy, figyelj! Készülünk. Főnök hol van? Ketten vagyunk, sziasztok, igen. Két főnök van? Hát, igen. És akkor két felé megy a hajó, vagy mi úgy? Nem, egy felé, szellemus. Frappai Tamás vagyok, szellemus. Van egy bevállalós rács, aki szellemcsiliből kap éppen egy kicsikét. A saját készítésű szellemcsilis krém. Így van. Hát, az biztos, hogy ő fog neki. Hát ez egy konkrétan egy cipó. Ez egy ilyen, ez egy családnak, ez egy... Valami szent. Igen. Húha. Nem eszel valaki elér már, és megmutatjuk azt is, hogy mekkora. Ja. Óriás. Jó kis nutellás. Málna van. Most már mindegy. Nutellás, málnás. Magunk mellé neked egy kis tejszínjogot. Vagy itt is, hogyha szeretnél. Akkor megyünk ki a srácokhoz. A kintiek meg olyan szurkolják. A kintiek a szurkolók? Igen. A lentiek meg ezt meg. Jó lentieket. Hello! Szia, Fekete Miklós vagyok. Sziasztok. Még egyszer akkor játsszuk el, mert amúgy mi már előbb bejátszottuk ezt. Sziasztok, Fekete Miklós vagyok. Sziasztok, Csókolom. És ez pedig a szellemcsülés. És te pedig mennyire szereted a csülétek, hogy nagyon szereted? És ezt szerinted ezt meg fogod lenni? Hát ez szellemcsű ember. Hát nem véletlenül ez a neve. Szellemcsű az ember. Sok sikert kívánok. Kíváncsi vagyok, hogy milyen a reakciód, mert én vágnék fejeket azért, azt tudni. Láttam, hogy azért ugye fölvettük, hogy jó meg lett kedve. Fú, de jól néz ki. Ott van benne a cunya. És ezt így megeszed. Meg fog jönni. Tényleg? Nem bírjátok a fiktet? Ja. Ennyire nem üntő. Hát a szellemség az, mint pár év egyébként a világ legerősebb paprikája volt.
És most is amúgy a top 3-on van négybe. Igen. Hát ez egy jó étvágyat akkor nem is zavarunk, jól, mi menjünk is. Sziasztok! Képzeljétek el, ezt a csokit kaptam a srácoktól, köszönöm szépen nektek. Hűha, ez a hús. Az lesz igen a hús. És ezt meg tudjátok forgatni? Nekem sose sikerült kilós hús megforgatni. Meg, muszáj, aha. Majd meglátod. Elég sokat ügyeltem, keresgéltem utána, hogy hogy lehetne megoldani ezt a forgatást, meg ilyenek. Mikor nyílt a hely, mióta vagytok? Augusztus 13. Most lesz majd péntek 13-án nyitottunk, az péntek 13 volt, és most lesz augusztus 13 egy éve. Hát akkor nektek ezek szerint szerencsét hozott ez a szám? Hát, hát... majd meg, hogy jó, hogy ez majd még be kell érni ennek? Ez nem Budapest, meg nem. Jó, hát az igaz. Hogy van? Ami a paradicsom az kifolyóban van. Kifolyóban van. Rendesem a technikát közben, hogy te majd én is csinálod, mert próbáltam egy kilós húst én is már magamnak, de nem tudtam soha megfordítani. Volt már egyébként, aki megette ezt a challenge-ot? Volt egy, aki nagyon közel járt hozzá. Így hát, egy kumplival együtt? Egy 8-at hagyott a srác. Egy 19 éves srác volt, egy edz folyamatosan tömegelt. Megette a sűrűkumit, megitte a vizet, és egy óráig evett. De ahogy az óra lejárt, ő is azt mondta egyébként, hogy itt a vége. Tehát még olyan ember nem volt, aki megette. De azt mondta, még gyakorolni fog, és jön és megeszi, addig nem nyugszik. Ez a very big? Ne legyél lámpalázva, simán megy. Évek meg az... Oj, de jó! Ez nem esett szét, nekem szét esett simán. Most megy rá fűszer, ami a alapfűszerek? Fokhagyma, ne meg jár, ne? Aha, hogy ez ilyen házi. Szóval ezért ti keveritek. Házi, mert mi keverjük. Jaj. Félig. Hol lesz ebben? Habanero félig kelljen, ugye? Azért, mert úgy szoktuk, hogy 8 felé el tudod vágni. Nagy szereteket meg tudod fogni szépen, mint a pizzát. Na hát akkor megnézzük ezt a burgert. Jó, hajrá, Miki. Sok szerencsét. Köszi. Na hajrá. Egy óra? Hát egy óra, de hogy egy óra már végig mit fogok, mit fogok még csinálni a 50 percig még? Megmutat pár edzéseket. Így van. De egyébként úgyis a fél óra megmutatja, hogy meddig jutsz, az a nagy választó. Fél óra? A fél óra, addig azért a nagyjának meg kell menni ilyenkor. Várj, én vágok ilyen kisebbeket, ilyen izéket. 3 óra 10 perckor elkezdek. Jézus Mária, ez nem tűnt ilyen nagynak még, amikor csináltuk. Hát akkor jól vagyok. Miért? 10-kor kezdjük. Köszönöm. Nem szerencse kell, hanem itt vagy. Van. És mikor egy cím utolja? Akkor mennyire csíp? Mennyire hát, nagyon csípős vagy? Ide csak finoman csináltuk, még egy kellemeset. Ez egy csípeget. Valami szósz esetleg mellé? Súszor, nem? Hát nagyon jó, hogy... Jó,
hogy milyen? Nagyon jó. Az a lényeg. Többi nem Köszönnek a izék. Erre már rá kellett figyelni, így előtte lévő? Ja, utána verseny volt még. Ja, minden volt. Úgyhogy azért egy verseny után nem is nem tudtam menni. Nem, hogy általában be is szűkül kicsit a gyomor. Főleg egy izén túl, hogy a stressz, meg hogy izgalom, meg minden. Azért akár, hogy nézzük, még mindig. Ezért van verseny előtt már 14 éve nyomom. Még előtt azért van, jaj. Szóval jó, hogy már enyhül a csípős. Kis tejet? Hát, kólára mit tett? We'll be right back.
ennyi. Nem baj, az ügyes volt, de sok olyan. Hát azért nem kell szégyenkedni. Azért az is elég van. Ennyi volt, főnök. Ennyi, kiszálltam. Ha valaki megeszi, azt utána én kihívom egy kajára, valamire. Mondjuk akkor minek? Itt van velem a két főnök. Két főnök, két tulaj. Ennek a challenge-nek, a, meg a helynek a üzemeltető vezetői. Kinek az ötlete volt? Közös ez az egész. A nagy hamburger szintén ott így volt? Igen, hát a nagy hamburger az igen, de ugye az egész az egy közösen, és sok éven át érő dolog volt, hogy mit csináljunk közösen, aztán ez lett belőle. Tehát hogyha ez egy jó magyar szokás, hogyha valamit jól akarsz, akkor csinálkozod. Ez igaz. Általában azokat a hamburgereket szeretem, ami tényleg kézzel készült. Köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Attól gratulálunk, hogy nem sikerült megérni, hogy meg egy csípős challenge-re eljúl. Jó. Ha lesz olyan, akkor hozom a tipit. Tervezünk, én nem veszek, de hozom a tipit. Egyébként tényleg, ezt komolyan mondom, hogy aki ezt idejön és megeszi ezt a burgert, hát én tényleg esküszöm, nem tudom, valamit kitalálok. Kalapon vágod. Kalapon egy minimum. Hát ez minimum, de 200 kilós golyót a nyakába akasztok. Vállára rakok egy olyan. Én ezt nem hiszem el, hogy ez valaki. Főleg, hogy a krumpli van, mert hivatalosan krumpli van. Így van. De minden homlózatunk alapból is krumpli túl van. Ja, hogy rám hozzá, hogy is. Persze, így van. Házi krumpli. Házi, így van, házi. Mi pucoljuk. Igen. Vágjuk, így van. Köszönöm te még egyszer. És köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szavaztok! Sziasztok!